Sziasztok, köszöntelek benneteket! Egy meleg front érkezett hazánk fölé, ennek hatására többfelé 20 fok körül alakult majd a hőmérséklet. Holnap erre az időjárás rátesz még egy lapáttal, azaz 19-re húz még egy lapot is, tehát már több hőt átléphetjük a 20 fokot. Fátyol és gomoly felhők zavarhatják majd a napsütés, de csapadékra nem kell készülnünk. Péntek 13-án azonban egy hideg front érkezik, amely hatására visszaesik a hőmérséklet, de pánikra nincs ok, ugyanis a sok évi átlagnak megfelelő hőmérséklet várható majd a folytatásban. Nézzük is meg a jelenlegi időjárási helyzetet. A kontinensünk délnyugati déli részén egy anticiklon található, ennek a peremén egy hullámzó frontál zóna található, amelynek jelenleg melegfronti része érte el a Kárpát-medencét. Ennek hatására egyre enyhébb léghullámok érkeznek a nyugati-délnyugatias áramlással, és ez okozza a szokásosnál több fokkal melegebb hőmérsékletet. Az előttünk álló hajnal is enyhe lesz, tehát ez azt jelenti, hogy alapvetően mindenütt 4, illetve 8 fok közötti minimum hőmérsékletre számíthatunk majd, a szelesebb, illetve felhősebb középső tájakon lesznek az enyhébb értékek. Napközben alapvetően fátyol és gomoly felhők szűrik majd a napsütést, a keleti határszélen lesz több gomoly felhő, de mindenütt 20 fok környékén, illetve nagyobb eséllyel a déli-délnyugati megyékben 20 fok felett alakulhat majd a maximum hőmérséklet. A délnyugati szél nagy területen lesz erős, az északkeleti harmadban néhol akár viharossá is fokozódik majd. A folytatásban tehát csütörtök este, illetve péntek hajnalban észak-északnyugat felől egy hideg front érkezik, eleinte csak felhőzet növekedésben, majd csapadékban is megmutatja az arcát. Inkább csak kisebb esőre, illetve záporokra készülhetünk majd. Nagyjából a déli órákra az ország nagy részén borult idő lesz, és ahogy láthatjátok, többfelé kell majd csapadékra is készülni, majd délutántól észak felől egyre inkább csökken a hőmérséklet. A hidegfront érkezését északnyugatira forduló szél kíséri, több helyütt ismét megerősödik, illetve viharossá fokozódik. Itt a szokásos szélcsatornában, illetve az Észak-Dunántúl területein lesz kimondottan nagyobb esély a viharos erejű széllökésekre. Hogyha megnézzük a valószínűségi térképeket, akkor láthatjátok, hogy a hőmérséklet is úgymond jelentősebben visszaesik, de ez azt jelenti, hogy a sok éves átlaghoz inkább közelebb eső maximum hőmérsékletek várhatóak a következő napokban, a hétvégén, illetve a jövő hét elején, illetve a minimum hőmérsékletekben is lesz egy kis visszaesés, ami azt jelenti, hogy vasárnap, illetve hétfőn visszatérhetnek a gyenge fagyok. Csapadék tekintetében nagy mennyiségre nem kell készülnünk, inkább csak kisebb, tehát 5 mm alatti csapadék mennyiség várható ebből az érkező hideg frontból. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, legyen szép napotok és élvezzétek ki a napsütést, amíg még lehet. Sziasztok!